Srácok, itt Clashy Jamac, köszöntök mindenkit egy újabb Clash Royale-os videóban. És ugye tegnap volt az első nap, amikor nem volt videó ezen a csatornán. Szándékosan nem azért, mert nem volt időm, hanem a másik csatornámon volt idő. Ha esetleg nem láttatok, akkor csekkoljátok le. Egy nagyon király PUBG-s videót készítettem el szerintem. Még nem tudom, hogy hogyan fogadtátok el ezt a dolgot, mert ezt a két videót egyszerre rögzítem, szóval I don't know, hogy hogyan van ez a dolog. De úgy láttam, hogy abban a videóban, amiben elmeséltem, hogy mi meg, hogy meg miért, ezt egész jól fogadtátok ezt a dolgot, úgyhogy szerintem király lesz. Én bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, úgyhogy nyomassuk szerintem. A mai videóban, mint azt címből is kitaláltatok, a Gold Rush-ról van lesz, nem van, hanem lesz szó, mert még nem beszélek róla jelenben. Úgyhogy a Gold Rush-ról fogunk beszélni, és miért nem szeretem. Igen. Szóval nézzétek meg a meccseimet. Olyan deckekkel jönnek az emberek, amik jó három koronázós, és előtte nem nagyon láttam ilyen embereket, akik ilyen deckeket használtak, és egyszerűen nem tudok mit csinálni. Tényleg, itt mondjuk ezt nem tudom, hogy nyertem meg ezt a Golem Elite Barbárosat, őszintén szólva, meg itt volt pár érdekes dolog, de hogy az emberek nagyon furcsa deckeket használnak, amikor Gold Rush van, de így elindul a Gold Rush. És ugye az emberek megőrülnek, vagy én nem tudom. Tehát nagyon furcsa, hogy amikor ez az egész dolog elkezdődik, akkor ugye az embereknek így nem tudom, így tönkre mennek, vagy én nem tudom. Úgyhogy most csak majd fogunk egy mérkőzést, mert nem csak egyet, hanem többet is, godeshozni fogunk, és szerintem majd meg fogjátok látni, hogy mennyire nincs rendben a dolog, vagy hogy értitek, hogy nagyon fura minden. Jó barbárokat azért szoktam látni, két hit a Hogrider-től tökéletes. Nagyon jó. Lesz freezed és mondd, hogy van freeze. Annyira ismerem már a Gold Rush-os embereket, atya úristen. Ezt nem hiszem el amúgy. Az isten! Az fölösleges volt. Tehát, hogy erről beszélek. Ilyet normál esetben az ember nem lát, hogy az ember balon frizeljön 5000 kupánál, majdnem nézek 900, de most már inkább visszaestem. És kit jönnek ezerrel ezek, tehát hogy így nem. Az baj, hogy sokszor három korára mennek, hogy a goldás miatt az nagyon fontos. A három korona, mert akkor ugye sok goldot kapsz. Én ezt a wizardot most ignorálom, nem tudom mennyire volt okos ötlet. Majd kiderül. Azt ennek a tornának azért lejjebb visszük, jó. Jött a kövi hog pushon, most nincsenek barbárjai, nagyon jó, de ilyened van. Az jó. Erre miért nem számítottam, hogy ezt freeze-elni fogja? Ez egy nagyon jó kérdés. Még számítottam volna, ez elég egyértelmű volt. De hogy igen, azok olyan problémáim vannak, hogy az emberek Gold Rush-nál megőrülnek. De tényleg most használtál a freeze-t, úgyhogy berakja a barbirakat középre. Nem, Wizardot próbálkozik, jó? Jó. Na most jön a Fireball, mert a barbirakat fogja rakni, jó? Ecsi. Jó. Fél percünk van. Na. Atya gatya. Jó. Négy szíves. Ez az első csata tökéletesen szemlélteti, hogy mi a bajom a Gold Rush-ról. Tehát, hogy ez mi? Mi ez a punk nélküli balloon freeze deck? Szóval én... Már ezeken meg se lepődöm. Szóval, hogy
Szörnyű, ez miért kellett egy Goldrush berakni ennek a seasonnek a végére? Komolyan mondom. Ez minden csak elcsesztünk, de komolyan mondom. A Goldrush az jó, már ingyen gold, meg minden, de... Mit akarsz ezzel a pussal igazából? Oké. Boom, firebomb. Oké. Okay. A franc egye meg, hogy ez pont így jött ki. Azt akartam mondani, hogyha meg annyian tüste rakja még, akkor tuti le fireballozom. És lehet zeppelni kell majd. Nem merem épp a kettlevére szed. Tökéletes, jó. Ezt túlélem ezt a kis dimicsot. Jó. Mert az először elég bénán rakta le a furnace-t, úgyhogy lehet megint rosszul fogja. És akkor az jó lesz nekem. Ezt így most valaki magyarázza meg nekem, hogy ezt valaki hogy tudja komolyan gondolni. De mi ez a goldás? Ez konk... Én nem értem a goldással az embereket, vagy ez csak velem van így? Tehát, hogy csak én látok bele idiótákat az emberekbe ilyenkor? Vagy én nem tudom. Ó, persze, hogy a tornyot nem érjön. What the f... Tehát, hogy... Mit gondol? Az durva, hogy ez az ember vezet. És figyelj, mindjárt előveszi Rokitot. Ha mert az egy fireball miatt nem fogok nyerni, nagyon üdvös lesz. Az baj, egy fireball is nyer. Nyert. Érted? Nyert! Ez nyert! Az a csávó nyer! Az a csávó, aki a meccs közepén random lerakja középre azt kicsiszed gólemet. A lén elejére. És ilyenekkel van tele a goldás. Ezek amúgy hol vannak, vagy miért vannak ennyi kupán, vagy én ezt nem bírom felfogni. Nem bírom felfogni. Biztos, hogy nem van a gond. Biztos én vagyok a... Rossz vagy, én nem tudom. Plusz egy hit, na az jó volt. Fireball. Wow. Ne! Azt hittem, hogy legalább vagyok arra futni. Rakd le a minipekkát is, léci. Az a stanzap volt.
Még egy hit. Yes. Mivel akar nyerni ez a csávó? Népekkel? No. Hát, nagyon jó. Már vártalak a vár. Juhu! Léci. Oh, azt hittem elcsesztem. Ha nem cseszem el, akkor megvan ez a meccs. Mind a pakit. Mondd, hogy nem csesztem el, léci. Yes, baby. Olyan szenvedősek ezek a goldások, de tényleg kajon mondom. Tehát, hogy szörnyűk ezek a... Tehát, hogy így, nem tudom, látjátok, nem? Nem, vagy ez csak velem van így, vagy én... Mi az Isten van már, valad, hagyjál már nyugton! És a hókot raktam le? Nem is a hókot akartam! És most támadhatni foggam. Ki az, aki minipekkával kezd és Legendary Leechman van a klánja, érted? Miért? Az lehet too much volt. Jó. Monton is zepje. Csak mondd, hogy a francba. Áldja Isten a fireballot. Na? Nos? Giant, jó. Rendben, értettem. Night. Készülünk a Tesla-val, amivel készül van. Mondta, hogy nem három muskétással. Nem hiszem mondani. Graveyard? No. Az jó. Mennyi pakket felrakni is. Nem baj. Az jó. Tökéletes mondtad meg, amilyent is eltalálja. Ez az! Jassz. Ne. De Panic Electro Wizard volt! Jó. Mit csinálok? Az jó? Az elhúzza? Nem hiszem. Nem tudom. Abba itt a következő. Yes, és az elhúzódott fejből azt a... Yes.
Hagyd neki fireball! Boom! Ez a boom! Dupla Tesla for the win! 490! Boom! 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 Yes, yes, yes. Almost took a phone. Hey, shit, a giant got this time. Nem már Tesla. Egy dolgod van. Ah, Istenem, ez az, ez az! Ez az. Fú, jó, kezd visszajönni a magabiztosságom, de ezeket az, ezeket a... Ezeket a... Hagyd ne mondjam miket, én utálom. Tehát, hogy ez undorító. Tehát, hogy... Az emberekkel mi van ilyenkor? Vagy csak decket váltanak, és goldrás, hogy direkt ilyen undorító szarokkal jönnek. Amikor egyszerűen nem lehet felkészülni. 9-es üzed le. Boldog vagyok. Most megvan a lelki békém, jó? Jó? Hát ez nem volt könnyű szülés. Ez nagyon nem volt könnyű. Jó van. Okay. Atya úristen! Miért van ilyen? Miért van ilyen áramosítás? Egy barba. Nekem már nincs több kérdésem. Tehát, hogy ez a mai napra, ez nem a mai napra, ez az egész hétvégére elég ezekből az emberekből. Tehát, hogy ez a goldás, és ezt így berakják szízaményére. Köszönjük, szupercel. Ezt nagyon megszívtad, haver. Ez egy goldás kell a crown. Tökéletes. Nagyon showtime. Jó, hagyjuk, jó. Jó. Hát tönöt engedjünk el, jó. Itt is olyat, én is olyatom. Nem raksz be 3 muskétes középre? Nem raksz be 3 muskétes középre. Na, töké. És talán visszaértve 4900 fölé megint. Ej, nem 5200-er a célom. Na, nézzük a Crown Chest-et. 1000 gold, 2 gem, 13 snowboard, tombstone, 45 relikült. Yeah, nem jó. És 10 goblin. Hát. Na hát, és meg lett, yes. Úgyhogy, mi mennyi kupát kaptam ezért? 29-et. Akkor az előző is meg volt, csak paktot. Na mindegy, hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, követni engem Twitch-en az írásokért, Instagramon a képekért, Facebookon az információkért, valamint a másik csatornán a Playvidge Amazon a nem Clash Royale és Clash of Clans-os videókért, és találkozunk holnap is, mert holnap hétfő, és tenap pedig
Szombat volt is. Tehát a másik csatornán volt videó, úgyhogy azt is csekkeljetek, ha nem láttatok volna. Na most tényleg sziasztok. Ciao.